Sziasztok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, az Arakraft egy újabb részében is. Hát, mint ugye az előző részben szerettük volna, meg fogunk nézni, hogy mi az, ami ide lent van. Ehhez ugye csináltam szépen, a szenet. Viszont, ugye, mint kiderült, nem tudjuk felhasználni lényegében úgy kvázi fákjára, amire való. Úgyhogy el kell mennünk, és keresnünk kell magunknak. Elsősorban én szeretnék homokot gyűjteni, hogy legyen ablakunk. Azon felül pedig keresnünk kellene valahol vasat. Úgyhogy most várom, hogy ez a kaja megsüljön szépen. Lepakolok minden olyan dolgot, ami azt gondolom, hogy nincs szükségem, vagy lehet, hogy szükségem van a későbbiekben is azért. Tehát, hogy ne bukjunk olyan túlzottan nagyot. És eszünk egy lámosztéket. Nagyon jó. Tehát üveg kétféleképpen is kell, ennyit viszek magammal. Oké. Okay. Szóval két okból le tudnak lökni innen, az nagyon jó. Akkor menjél innen létszás haza. Oké, okay, mindegy, adjuk. Te nyertél. Szóval lemegyünk ide. Ez egy nem tetsző objektum. Lemegyek ide, szerzek magamnak homokot, már csak azért is, mert kell üvegcse, ugye? Amiben tudok magammal vizet vinni a későbbiekbe, bár tudom, hogy azt mondtátok, hogy tehát vigyek magam a vödörbe vizet, de jelenleg nincsen vasunk, és nem is tudom, hogy vasat tudok-e kiütni, mert ez szerintem az kicsi a szintünk. De nem is ez a lényeg. Ahhoz gyűjtünk most jelenleg homokot, hogy a fent lévő kis házikunkhoz legyen ablak. Mert ez elengedhetetlen. Nem akarom semmi, hogy bejöjjön. Ó, bazd meg, de megijedtem. Aha. Örülök neki, hogy létezel. Most leszívodom úgy az összes HP-met így. No reason. Az nagy. Akkor mindegy igazából. Hú, ottől el lehet szédülni. Aha. Ilyen dolgokra gondoltam, amikor azt mondtam, hogy a játék részéről egy csomó minden túlzásnak érzek. Többek között ez volt az egyik példa. Oké. Okay. Ilyenkor azért úgy kicsit, hát szerintem megérthetően elmegy az életkedvem úgy összességében mindentől. De nincs probléma, itt vagyunk, lent közvetlenül, és reméljük, hogy a lény ilyenkor valahova diszpónol, vagy nem tudom. Oké. Okay. És a csákányunk az hol lett? Csákányunkat elvitte a lény? Vagy ilyenkor mi történik pontosan? Ez a csákány, itt van a csákányunk. Jó, szóval megnézzük még egyszer. Aha, nem tudom kiütni jelenleg. Mert hogy a mining skillünk az sajnos offos. Van 2 darab skill, nem 0 darab skill pointom van, és nem igazából tudom, hogy mivel kéne, vagy hogyan kellene tudnom fejleszteni magamon. Tehát nem tudom, honnan lesznek skill pointjaink. Lehet, hogy fejlődni kéne egy egész teljes szintet ahhoz, hogy legyen. De addig is van szenünk, ami már is segít nekünk. Legalább abban, hogy az üvegünket kiégethessük. Kicsit egyébként bagos a játék, ha megnézitek, hogy elkezdem ütni. Itt a mellette lévőt is ütötte. Az lehet, hogy csak a szemem káprázott. Jó. Most ide lerakom azt a pár darab homokot. Nincs kedvem még a vízzel is szenvedni. Szóval ez a lény, ami megtámadott minket, ez nagyon furcsa volt. Abszolút nem volt barátságos. Sikerült magamra nyitnom a vizet megint, ne törődjetek vele. Csak ilyenkor lassabban ütöm ki a dolgokat. Szóval, ha nem volt barátságos, gondolom egy kicsit ennyi kifejezés. Hát ő megölt minket nagyjából azonnal, de nem baj, ne foglalkozzatok vele. Lesz ez még gondolom sokkal rosszabb is. Ez fura volt. Szóval, itt van vasunk, csak nem tudjuk kiszedni. És nem tudok rá más opciót, hogy hogyan lehetne egyébként. Úgyhogy jelenleg hazafutok. Remélve, hogy azzal a lényel nem találkozunk. És kiégetjük ezt a pár darab homokot, ami van nálunk. És egy darab vasra lenne egyébként szükségünk, úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy lemerészkedek oda a házunk aljába. Hát, ha ott van egy chestben mondjuk egy darab vas, és akkor tudunk égetni. Jó, nézzük csak. Szépen kiég, addig pedig hát, jobb hiány lemegyek, és megnézem, mi van idelen. Van szerünk, fantasztikus. Semmi. Aha,
Ide lenn nincs semmi. Vagy ha volt valami, akkor nagyon jól. El van rejtve. Ó, oh, tévedtem. Alukó. Ez nagyon nem pozitív. Ki kéne innen mennem. Nagyon jó. Ó, oh, van ott egy chest. Van ott egy chest. Csupakabra. Uh-huh. Tehát akkor kijelenthetjük, hogy van itt valami, és kijelenthetjük azt is, hogy van chest, és azt is, hogy a csupakabrát felébresztettük. Jó, oké, és semmi extra, srácok, csak egy újabb nap a Craft világában. Egy újabb fantasztikusan ronda lényel, aminek a létezéséről sem szeretnék tudni, de mindegy igazából. Jó, hát tehát nincs más, le kell mennem újra, és azonban nem tudom, hogy feljönni. Viszont magammal a földet, hogy hát, ha fel tudom építeni magamat. Meg kellene nézni, mi van abban a chestben. Anélkül, hogy meghalnánk, hát ha van, darab, van benne egy darab vas. Úgyhogy ez most egy ilyen kicsit hát próbálkozós lesz. Oké. Okay. Tehát itt szívtuk meg, és ott a csupakabra. De ott van egy ilyen spoiler. Oké, okay, erre nem számítottam, hogy ezt így valaki le fog tudni engem ütni. Na jó, ezt nézzük meg újra. Mi is ütött le minket innen? Na, egyébként elég ügyesen csináljuk. Akkor mit áldozzunk fel? Olyan nehéz így. Csak egy darab ásót. Szerzek magamnak még földet. Szóval, ha ott fel tudnám magamat építeni, akkor és végig tudnánk menni anélkül, hogy valami lelökne minket, és valahogy a chest tartalmát is kiszednénk, akkor az úgy egy egész hasznos dolog lenne, mert ha ennyire védi a Minecraft azt a területet, az számomra azt jelenti, hogy valami értékes dolog van ott. És lehet, hogy egyébként meg rohadtul nem, bár jelenleg minden, ami vasból van, az érték. És nem tudok rá jobb opciót, mivel lehetne a fákját meggyújtani. Van egy torcsunk, amit szeretnék meggyújtani. És ha tippelnem kéne, akkor flint and steel az egyetlen opciónk, ami az így van, tudtam, szerint kell vas. Szóval azért az egy vasér, amit nem tudunk jelenleg kiszedni, mindenképpen meg kell szenvednünk. Az egy, amit nem kaptam segítséget, az volt, hogy hogyan tudok fejlődni, mert látszólag az, hogy meghalok, az nem fejlődés, mert hogy az XP-m. Tehát a lenti szintemet kéne fejlesztenem ezt, ahhoz, hogy tudjak skill pointokat használni, meg szerezni. De ez hamarosan kiderül, most lehet, hogy 42 darab homok, vagyis egy földet bukok el. Oké, okay, tehát le tudod minket innen lökni az előbb? Nem annyira kedves lény, de most nem tud. Jó. Ott van valami nagyon furcsa és csúnya lény. És az a csupakabra, annak mi hívott dolog, amivel nem akarnék az Istennek se találkozni. Úgyhogy jelenleg kicsit nem tudom, mennyire számít csalásnak, de csalunk. Hello. De egyébként hamar meg fogjuk bánni ezt a dolgot. De így elmegyünk felette. Mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Remélve, hogy nem lök le minket semmi, és öl meg minket. Őszintén bízom abba, hogy ebből ti láttok mindent. Oké? Okay. Ah, itt van a kis dudáló csontvázunk, őt már ismerjük. Ő ölt meg minket legelőször a játékban. Hogy is felejtetnénk el? Oké. Okay. Tehát oké. Okay. Kevés földet hoztunk. És ott van ő. Nem tudom, hogy ő mennyire gyors. Mert még a zombik azok talán nem is jelentenének kihívást. Ha el tudnék valahogy futni mellettük. Figyeljetek, megpróbáljuk. Leugrok, kiszedem az első chestet.
És miközben menekülök, oda le fogok rakni egy darab földblokkot, és felugrok, és szaladok. Ez a terv, és hát mindjárt megnézzük, hogy hogyan sikerül. Oké. Okay. Hát végül is annyira nem volt rossz. Ki tudtuk szedni a chestünket, és az is megerősítés nyert, hogy rohadt jó dolgok vannak, ott aludjunk egyen. Tehát van diamond odalent. Azért egy diamond cucc, azért az túl OP lenne így első körben. Úgyhogy semmi gond. Hát megpróbáljuk még egyszer. Mert végül is annyira rossz nem volt. Nem tudunk. Oké, okay, ez a kiírás az egyáltalán nem tetszett, de nem baj. Szóval... Aha, itt nem is tudnék visszamenni. Nem baj. Szóval... Ha megnézitek, akkor egész sokáig éltünk. Ő az, ami megölt minket. Az előbb. De innen meg tudjuk verni a zombikat például. Csak azt a cuccot nem tudjuk megölni. Aha. Tehát, hogy nem tudtok feljutni, az végül is jó lehet. Mindenképpen kéne egy vas. XP gyűjtésnek egyébként ez a rész, itt ahol most vagyunk, nem is lehet olyan rossz. Az a kard, az egy longswordnek tűnő dolog, az kellene. Ez kicsit segítene, csak lehet, hogy nem tudjuk használni. És jelenleg a kezünkkel verjük meg a zombikat, ami nem tűnik túl hatékonynak, de működni látszik. Még ha az... Aha. Ő a... Egy nagyon csúnya lény, ami valahogyan megmérgezett minket. Oké. Okay. Oké, okay, srácok, semmi probléma nincs. Ezt az egy földet innen elvisszük, hogy haza tudjunk menni. Nem tudnak utánunk jönni, úgyhogy én visszamegyek egy kardér. Hol vagyunk? Itt vagyunk. Így. Azon vagyunk egy kardér is. Ezeket a zombikat megöljük. Szerintem ebből nem lesz problémánk. Elérni minket nem tudnak lényegében, tehát... Innentől kezdve különösebben nagy gondot nem kell, hogy jelentsenek azok a lények, amik ott vannak. Ha már csak addig eljutnánk, hogy azokat a torcsokat elhozzuk, meg azt a pár dolgot, ami ott volt lent, az már is sokat segítene. Oké, itt megszűnt a zaj. Nagyon jó, örülünk neki. Ami probléma, hogy nincsen stickünk, úgyhogy ki kell mennünk és szereznünk. Oké, ezt kicsit megijedtem, hogy megöl minket, de hál' Istennek nem. Mert hogy kellene, így van, kettő darab stick. Igazából egy darab stick. És elég lett volna, mindegy. És van így, így. Jó. És remélem ezt a kardot tudom használni. Igen, tudom. Jó. És lényegében szerintem így első körben talán ennyi kell. Megnézzük, hogy működik ez a öldöklős dolog. Elmegyünk és... Ezek a kiírások abszolút nem tetszenek, de... Hát kíváncsi az, hogy... Oké. Okay. Ezt az egy darab földet felveszem, még életmentő lehet. Nem tudom védekezni, az baj. Ez most... Miért is? Hmm. Hogy jutott ő fel? Oda hozzánk. Addig nem tudott. Oké, okay, meghalt. Oké, okay, itt a kardunk. Jó. Ez annyira nem jó, hogy te onnan spónolsz, de nem baj. Mennyit csebzünk egy karddal? Egész sokat. Oké, okay, egy halál. Ez nem jó. De így jó lehet, egyébként. Ajaj. Nem akartam ide lejutni. Végülis elmondható, hogy a játék vagy kegyes, vagy
inkább csak segíteni akart, de sikerült kikreselni a játéknak, de mindegy, nem ez a lényeg. Van egy jó és egy rossz hírem. A jó hír az az, hogy kialakítottam egy részt, és lezártam a többi részről, mindjárt megmutatom a dolgokat. A rossz hír, hogy nem tudom megszüntetni a lények spónolását, mert az volt a tervem, hogy lezárom azt a lenti részt, ugye a nagy termet. Sok halál árán egyébként sikerült is. És azt gondoltam, hogy majd akkor szépen lassan egyenként megtisztogatom. Szobáról szobára haladva, de hogy nem tudom megakadályozni, hogy lentre spónoljanak a lények, úgyhogy mindegy. Azon felül ugye 2 darab skillünk van, vagy levelünk, úgyhogy most megnézzük, hogy jól gondolom-e, és nem jól gondolom. Vagy jól gondolom? Jól gondolom. Tehát, hogy itt tudok hozzáadni. Plusz gombbal, és akkor, értem. Oké. Okay. És akkor most, ha azt mondom, hogy nem ezt szerettem volna, ezt. Ez 6 skill point kell, ez meg 10. Értem, tehát ezek ilyen plusz skillek, de ugye 1 skill pointon valamit fel tudok használni, és 2-es az atakom, oké, okay, értem így a lényegét a dolgoknak. Ez nem tudom, hogy mire jó, de legalább a játék kiírja. A lényeg. Hát megmutatom, hogy mit alkottam. Úgy voltam valahogy, nem akarjátok megnézni 86-ot szóra is, hogy meghalok. Úgyhogy igazából azt csináltam, hogy meghaltam, kiütöttem pár darab földblokkot, leugrottam, építettem a részeket, és meghaltam. Majd megint kiütöttem pár földblokkot, és meghaltam. És majd mindjárt látjátok, hogy ezt így alkottam végig. Hogy ezt láttátok eddig is, ezt nem tudom megakarázni, hogy onnan spónoljanak. És hát ennyi, hogy igazából annyit csináltam, hogy lefalasztam így a részeket, így, minden ajtót. És akkor most már azt gondoltam, hogy csak ezekkel a lényekkel kell foglalkozni, amik itt vannak, de óriási tévedtem, mert hogy azon kívül, hogy tudnak sebezni így is, azon kívül folyamat spónolnak, és mivel nem tudom meggyújtani a fákját, ezért tök feleslegesen építkezek fel, nem oldja meg a problémát. Úgyhogy, hát ez van, sajnos. Ilyen XP farmnak jó, mert mint hogy értitek, meg tudom ölni így a zombikat, anélkül, hogy ők bántanának engem, de hogy így konkrétan ennyire jó csak, semmi másra. Úgyhogy most ezt fogom csinálni, farmolok egy kis XP-t, ameddig tudok, mert látjátok, így már egész könnyű. Már 3-as a cuccunk. Szóval arra tudnék valami megoldást, hogy lenne valahonnan fákját meg tudnám gyújtani, akkor nem lenne több gondom. Mert XP-ből nincs hiány. Ez baj. Ha minden egyes halálunknál crashelni fog a játék, akkor ez a modpack játszhatatlan lesz, mert értitek? Tehát ez már a második alkalom, hogy crashelünk, mikor rámegyek a respawn gombra. A lényeg, hogy visszaszereztük az XP-nket, viszont a cuccainkat nem, mert hogy nem érek el odáig, és alattam meg még vannak, és nincs több dolog, amivel építkezzek. Lehetett volna annyi azt, hogy hozzak magammal, de nem hoztam. Úgyhogy kár ezen stresszelni. Leugrunk. Összeszedem a dolgaimat. Úgy. Van zombi fel, meg egy csomó rohadt cucc, meg ilyesmi. Gyorsan, mielőtt még baj történik. Majdnem. Oké, tehát ez a rész ez egyébként látszólag ki van tisztítva. De gyakorlatilag itt volt egy spawner. Hova lett? Nem értem, hova lett a spawner, mindegy. 6-osak vagyunk most már, úgyhogy most már tudunk. Ja, 2 darab skill pointunk van. Oké, mindegy. Szóval választhatunk egy helyet, ahol tovább menjünk. Mondjuk én választom azt, ahol ez a lény van. Megpróbálom megölni. Hát, ha rengeteg XP-t ad. Na, mire tippeltek? Aha. Hát még a sok XP-t is ott sem megyek vele semmire, mert eltört a kardunk, úgyhogy van egy utunk felfele. Van 53 darab rohadt húsunk. Nem tudom, ez miért lesz hasznos valaha is, de van. És örüljünk neki, hogy van, mert
az azt jelenti, hogy össze tudtuk szedni. És ebben a modpackben már annak is lehet örülni, hogyha össze tudjuk szedni a dolgainkat. Úgyis rájöttem a skill leveles tucra, úgyhogy így már annyira nem nehéz. Nyilván egyébként rohadt nehéz az egész modpack, de hogy így, hogy rájövök apró pici dolgokra, így kicsit könnyebb az életünk. Kipakolok. Van még egy darab, hát még egy darab kövünk. Az a baj, ez a longsword az diszpónolt sajnos, mert nem voltam elég gyors. De mindegy, ezeket szépen kipakolom. Van még egy darab kő. És fel tudom venni vajon? Oké, van egy darab sisakunk, fantasztikus. Kajánk van még. Úgyhogy nincs más, kimegyek szedni még pár darab kődarabot. Ugye minden más tudtunk, amit nem láttatok itt, az elveszett, mert nem voltam elég ügyes. Oké. Így meg is van. Jó. Szépen. Megyünk, megöljük ezt a csupakabrát. És reméljük, hogy valami fantasztikus itemet dob, amiért azt mondom, hogy megérte a küzdelem. De hát nem tudom, a játék az sokszor szinte semmire ad, mondjuk az előbb adott gyémántot, amit szintén nem tudtam összeszedni, és ott maradt, de hogy értitek, hogy adott, amit egyébként használni se tudok, igazából mindegy, tök mindegy, hogy adott-e. Mondanám, hogy egy-két helyen jó feljáték, de így összességében elgondolva egyáltalán nem az, mert tök mindegy, mit csinálok. Oké, okay, egy másik szobával. Tök mindegy, igazából amit művelünk, sehogy sem tudunk használni ilyen nagyon OP dolgokat azonnal, úgyhogy remélem, hogy ez a csupakabra. Miután meghalt rengeteg XP-t, ha már egy egész kardunkat eltörtük vele. Az a szerencsénk van, hogy beszorult. Oké. Okay. Ó, bazd meg, de megijedtem, te jó isten. Elnézést a káromkodásért. Oké. Okay. Ez igazából mindegy is. Tudod mit? Maradj ott, ahol vagy. Oké, okay. Szóval kaptunk még dolgot, úgyhogy fejlesztjük egyelőre az atakot. Nem tudom, mi van még. Van defense? Van defenseünk. Defense vagy atak? Ez mindig minden ilyen játékban, ahol választani kell, mindig olyan nehéz kérdés, de egyébként a miningra kéne nyomni. A miningra azért nyomok, hogy hát te most mondjuk, hogy az istenbe került ide? Miért? Meg hogy? Szóval a miningra azért nyomok, hogy legalább vasat tudjunk szerezni. Ahogy újra spawnol a csupakabra. Hát ez fantasztikus. Level 2? Szóval ezek a lények még tovább fejlődnek. Hát ez nagyon, nagyon nagy boldogság nekem most ez így. Oké. Okay. Hol vagy, kedves láthatatlan csontváz? Bár látnám a HP-dat. Meghalt? Jól láttam, hogy meghalt? Meghalt. Ó. Na csak te maradtál itt. Hello. Ó, de miért? Miért vagyok ilyen hülye? Miért gondoltam azt, hogy van esélyem? Összeszedjük ezt a pár XP-t, és szaladunk ki, és lényegében ennyi. Miért gondoltam, hogy egy level 2-es bármi ellen is van esélye? Nem is értem magamat. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy túl magabiztos vagyok. Tehát ezt az XP-t összeszedjük. Ahogy ti többen lettetek közben. Nagy boldogság a számomra. Az az item, az kéne, haver. Nem akarod ideadni? Anélkül, hogy megküzdjünk ténylegesen? Ott van a kardunk, azt kéne valahogy összeszedni. Oké. Okay. Nem fel tudom használni. Bezárom. Így csináltam eddig is, hogy fogom. Szépen oda mászunk. Ú, de nagyon megvadultak itt a szörny. Oké. Okay. Oké, okay. Hello, barátom. Nem örülök neked, de legalább meghaltál. Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Cucc fel. Cucc fel. Cucc fel. Szintünk megvan. Más itemünk úgy látom, hogy nincs itt hagyva sehol. Te vagy ott egyedül, de én azt... Ott is hagylak.
Így né. És megyünk haza. Ó, jó van. Sikernek, én sikernek könyvelem el, srácok, ezt a dolgot. Az XP-nk megvan. Végül is lényegében az itemjeink is megvannak. Ez a furcsa cucc is megvan, úgyhogy megvan mindenünk, amire szükségünk van. Úgyhogy easy. Jó, azt hittem tudok így mászni, de nem. Áttal nem lehet létre átmászni. Good to know. Szóval srácok, én megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Lehet, hogy nem a legügyesebb taktikát választottuk, de legalább haladunk a dolgokkal. Reményeim szerint, ha ezt most így a miningra rányomom, akkor már fog tudni, nem tudom rányomni a miningra, jó, semmi baj. Agility. Roadwalk. Hillwalker. Jó, ezt írjátok meg kommentbe, hogy mire költsük ezt a pár darab XP-t. És ja, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Bármi való hozzáfűzni valótok, tanácsatok van, írjátok le kommentbe, és ja, legyetek jók, következő részben találkozunk. Sziasztok!